Tisztelt előadó társaim, tisztelt vendégek, gyakorló védőként, amikor ilyen csúszás van egy tárgyalóteremben, 30 negyedrendű vádlott védőjeként előfordul, hogy felállunk, és azt mondjuk, hogy csatlakozunk az előttünk felszólaló védőhöz. Hát természetesen ezzel a fordulattal most nem élek, mert egyrészt tiszteletlenség lenne azok iránt, akik itt ülnek ebben a teremben. A másrészt bizonyos kérdésekben külön véleményem is van, és azért ennek a külön véleménynek talán van helye és lehetősége, hogy ezen a mai egyébként ünnepi eseményen is elhangozzék. Ünnepi esemény valóban, hiszen egy törvénynek a gyakorlati hatályosulását, megvalósulását elemezzük, és egy ilyen esemény, mikor egy törvény hatályosulását elemezzük, az mindig izgalmas, hiszen egész más a megközelítése, gondolom én, de talán egyetértenek ebben, a vélt vagy valós társadalmi igényeket artikuláló jogalkotónak, aki a törvény létrehozásában közreműködik, más a szempontjai az elsősorban elméleti megközelítésű jogtudósnak, és megint más a törvényt gyakorlatban alkalmazó jogásznak. És különösen egy büntető törvénykönyv esetében nem egyszerűen arról van szó, hogy a gyakorlati jogászoknak más a megközelítése, mint a jogalkotónak vagy az elméletinek, hanem értelemszerűen a jogalkalmazók között meg kell mondani, és ezt nem hiszem, hogy ebben bármi probléma lehet, egész más a megközelítése a nyomozást értékelő miniszter úrnak, egész más az értékelése adott esetben a vádat képviselő ügyészségnek, illetve az ügyészség vezetőjének, más a megközelítése a döntést hozó bírónak, és akkor jön a védő, akinek megint csak más a megközelítése, már csak azért is, mert a védő mögött, lássuk, felsejlik még valaki, felsejlik a büntető eljárásnak, hát mégiscsak van ilyen értelemben egy központi szereplője, a terhelt. És ilyen alkalommal, amikor én védői szempontból szólok, soha nem mulasztom el, és most sem mulasztom el, hogy Király Tibort említsem közeljövőben, ugyan lesz egy konferencia, amit az ő emlékének szentelünk, de most is Király Tiborra hivatkozom, aki azt mondta, hogy a büntető eljárásba olyan hihetetlen túlhatalma van az államnak, mindenkori államnak, hogy ki kellett találni valakit, akit behelyezünk a büntető eljárásba, hogy annak a terheltnek, akinek majd a bűnösségéről és a büntetéséről döntenek, valaki legyen ott mellette, és kötelező elfogultsággal képviselje a terhelt érdekeit. Hát ezt a szerepet töltjük meg mi a büntető eljárásokban, és most ebből a szerepből tekintek a büntető törvénykönyvre, tehát a terheltek, illetve a terheltek védelmét ellátó ügyvédek szempontjából. Természetesen bármennyire is védői tevékenységet látunk el, természetesen abban az alapkérdésben a védői kar is egyetértett a javaslattevőkkel annak idején, hogy szükség van, illetve volt új büntető törvénykönyvre, hiszen a korábban hatályos anyagi jogszabály elfogadása óta 160 esetben került sor módosításra, összességében több mint 1000 változás került átvezetésre a törvényen, tehát nyilvánvaló volt az új törvény meghozatalának a szükségessége. Hát abban már nem volt, úgy fogalmaznék, teljes egyetértés a jogalkotóval, hogy az előkészületekben volt néhány felvetés, ami védői szempontból nem volt megnyugtató, és szó szerint idéznék a kormányprogramról, amire már történt utalás, ami hát védői körökben azért bizonyos felvetéseket maga után volt. Így szól. A jogszabály szigora, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés többszöri alkalmazása
meg fogja fékezni a bűnök elkövetőit, és világossá teszi a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarország nem a bűnelkövetők paradicsoma. Hát természetesen a hivatását gyakorló ügyvéd sem kívánja, hogy Magyarország a bűnelkövetők paradicsoma legyen, de amikor azt hallja, hogy általános szigorítás, a büntetési tételeket lényegében minden vonatkozásban szigorítani kell, életfogytig tartó szabadságvesztés és egyebek, miközben persze a jogpolitikának elvitathatatlan, hogy megvan ez a lehetősége, hogy megfogalmazza ezeket a jogpolitikai célokat, de főleg ha az egyéni esítésnek nem ad minden szempontból lehetőséget, akkor ez egy kis idézőjelbe borzongással töltött el bennünket, mert ezt olvastuk. De, és most jön idézőjelbe a jó hír, de hát természetesen mindenki tudja, az elfogadott törvény végül is nem tükrözte ezeket az elveket a maguk teljességébe. Szó nem volt arról, hogy a büntetési tételek a korábban hatályoshoz képest általános, tehát a bűncselekmények döntő részében és főleg drasztikusan emelkedtek volna. Szó nem volt arról, hogy a törvényből kiiktatásra kerültek volna azok a jogintézmények, amelyek az egyéni esítés lehetővé teszik, büntetés enyhítése, szabadságvesztés próbaidőre történő felfüggesztése, vagy a feltételes szabadságra bocsájtás. Tehát az elfogadott törvény ilyen értelemben, azt kell mondanom, a kormányprogramnak ezt a nagyon hangzatos mondatát nem tükrözte. És ezért, amikor elkezdődött a büntető törvénykönyvnek a gyakorlatban való átültetése és a tárgyalótermekbe, láttuk és ennek a gyakorlatát, ha szabad úgy mondani, közelről, akkor ez az alaphelyzet tehát megnyugtató volt. Hát ahogy mondtam, részben lerövidítve én egy-két kérdést azért kiemelnék, vagy arra fókuszálnék, hogy a hatályosulás során hol lehet mégis és hol látok egy-két problémát. Ismételten mondom, elfogultan, védői szempontból, a védők lényegében idézőjelben terhelti álláspontot tolmácsolva akár ezt is elvállalom. Ugye alapkérdésnek tartom ezt a bizonyos egyéni esítés lehetőségét, tehát ami éppen tábornok úr előadásában is az előbb elhangzott, a feltételes szabadságra bocsájtásnak azt az ominózus szigorítását, ami 2019-ben bekövetkezett, megint nyilván azzal kezdem, hogy értelemszerűen nem vitatható el egy jogpolitikát meghatározó kormányzatnak az a döntése, hogy még akkor is, ha egy kicsit talán túl gyors volt az a reakció, ami nagyon sajnálatos eseményt követett, nem volt olyan módon jogelméletileg és más gyakorlatban résztvevők által konzultált ez a törvénymódosítás, amely tehát a feltételes szabadságra bocsájtásból úgy mondanám, hogy egyéni esítés lehetősége nélkül zárt ki bizonyos elkövetői kört, ami annak az elvnek mond ellent, amit továbbra is fenntartok, hogy kívánatosnak tartanék, hogy minél több esetben és nagyobb körben legyen lehetősége a bíróságnak arra, hogy az elkövető személyi körülményeire, a cselekménynek a specialitására tekintettel ő döntsön, ne pedig egy 10 vagy 20 évvel korábban meghozott törvény döntse el általánosságban, hogy már pedig semmire nincs lehetőség legyen az jelen esetben a feltételes szabadságra bocsájtás. A másik ilyen kérdés, amelyet itt említenék, ez a bizonyos általánosítási kötelezettség, amelyre Pintér miniszter úr utalt, és hát azt kell mondanom, hogy védői oldalról csak megerősíteni tudom, bár természetesen miniszter úr nem szorul rá, hogy megerősítsen bármilyen kijelentését, de ő egyértelműen arra utalt, hogy az a bizonyos kötelező, középmértékes rendelkezés úgy fogalmazott valahogy, hogy a bíróság, hát ezt nagyon kulturáltan idézőjelbe alkalmazza. Én is azt tudom mondani, a bíróság kulturáltan,
és az általam mondott egyéniesítési szempontot mindig szem előtt tartva követi ezt. Igen, el kell kezdeni valahol a számolást, idézőjelben kötelezően kiindulunk a középmértékből, de a büntetéskiszabás megfelel ennek az egyéniesítésnek. Hol látok azonban mégis az utóbbi időben egy kis problémát ennél a bizonyos kötelező középmértékkel? Hát az úgynevezett, és persze a büntető eljárás most olyan részleteiben nem tárgya a mai konferenciának, csak utalok rá. Az új büntetőeljárási törvénynél nagyon sokat vártunk és várunk még ma is az úgynevezett mértékes indítvány előkészítő ülésen való ügylezárás lehetőségéről. És az utóbbi időben azt látjuk védői oldalon, hogy az ügyészségi indítványok a kötelező középmértékből való kiindulva úgy érzik, hogy a mértékes indítványnál kvázi köti az ügyészséget, és olyan mértékű büntetés kiszabásra tesznek az előkészítő ülés keretet, a részleteket nem mondom, ami úgy tűnhet, hogy az egyébként jó indulását ennek az intézménynek, a jó indulás alatt azt értem, hogy megfelelő számban történtek ügylezárások az előkészítő ülésen, lehet, hogy itt egy kis probléma lesz, de örülnék annak, hogyha nem nekem lenne igazam, és a dolog a helyére kerülne. A továbbiakban két olyan anyagi jogi fogalommal foglalkoznék, ahogy mondottam, védői szempontból, amelyre nem tudok más szót mondani, bár ezt a kifejezést, hogy inflálódás, infláció most más szomorú dologra tartogatjuk, vagy tartjuk fenn. Minden országban isszuk ennek a keserű gyümölcsét az inflációnak, de mégis én inflálódás kifejezést használnék most két fogalommal kapcsolatban, nevezetesen a bűnszervezet és a pénzmosás fogalmát hoznám föl, és néhány mondattal erről a két jogintézményről szólok, mit értek én inflálódás alatt. Amikor a bűnszervezetről szólok, akkor természetesen föl sem merül, hogy az egy jogalkotói tévedés lenne, hogy a társas, a többes elkövetése sokkal szigorúbb következményeket fűz, amikor a büntető törvénykövet megalkotja. Ez így helyes természetesen a csoportos elkövetés és a bűnszövetség mellé, hogy beiktatásra került a bűnszervezet is, és elfogadható az is, hogy a bűnszervezetben való elkövetéshez súlyos jogkövetkezményeket fűzött a jogalkotó. Hát azt már védői elfogultsággal mondom újra, hogy lehet, hogy egy kicsit túllőtt a célon, mert az, hogy egy 2-8 éves büntetési tétellel fenyegetett, adott esetben mondjuk költségvetési csalás, hogy rögtön látszódjon, hogy az nem életelleni cselekményekről szólok. Egy kis halmazat esetén és egy nagyon könnyedén oda tett bűnszervezet esetén 24 évre szaladjon föl a felső határa a kiszabható büntetésnek, hát azért azt hiszem, hogy az okot ad az elgondolásra, hogy arányos-e a bűnszervezetben való elkövetésnek ilyen súlyú fenyegetettsége, hogy újra mondom, jelen esetben egy halmazat, de hát ebbe pláne nem megyek, vagy azért milyen könnyű beleszaladni a halmazatba. Szóval egyszer csak egy 24 éves büntetési tétel van bűnszervezet esetén. És ha itt ez a fogalom inflálódik, már pedig inflálódott, és olyan esetekben is sorra bűnszervezeti megállapításra került sor, ahol én egyértelműen vallom, hogy az a jogalkotói akarattal szembe ment, akkor nem csodálható, hogy a törvényalkotó 2019-ben úgy érezte, hogy itt az idő, és a törvényt módosítani kell. Az már, hogy a indokolása ennek a törvénynek, azért úgy fogalmaznék, hogy kivételesen éles hangot ütött meg, az ugyancsak elgondolkodtató, és azért ezt én idézném, mert nagyon ritkán olvasok ilyen mondatok, amely a bűnszervezettel kapcsolatos törvény indokolásában van. A jelenlegi egyszerűsítő gyakorlat törvényrontó, ugyanis nem tükrözi vissza a jogalkotó szándékát,
a szervezett bűnelkövetői alakzatok közötti különbségtétel tekintetében, így a módosítás szükségessé vált. Máshol megemlíti, a gyakorlat a bűnszövetség fogalmát kiüresítette, mondta a jogalkotó, és ennek megfelelően hozzányúlva a törvényhez, konspiráció hierarchia természetesen, nem idézem és nem részletezem, hogy mi történt. És azt kell mondanom, minden tiszteletem mellett természetesen, hogy a bíróság úgy érezte, hogy hát valamit tenni kell, és főleg a indokolásban lévő idézőjelben odatevés, ami volt, és a bírói gyakorlatnak egy ilyen általános elmarasztalása, ami ebbe a törvény indokolásban volt, választ vár, és ezért nem sokkal ezt követően megjelent a kúriának egy precedensképes határozata, amely a következő mondattal kezdődik. A jogszabály változása nem jelenti feltétlen a bűnszervezet fogalmának jogalkalmazói újragondolását, mondja a kúria, és ezt követően néhány olyan eseti döntésre is sor került, olyan ítélkezési gyakorlattal találkozunk, hogy továbbra is úgy látszik, hogy a bíróságok, és engedjék meg, hogy továbbra is annál a bűncselekmény típusnál maradjak, ami a, úgy mondanám, a elmúlt években a gazdasági bűncselekményeket lényegében uralja, mert költségvetési csalás mellett, vagy költségvetési csaláson kívül klasszikus gazdasági bűncselekménnyel nem nagyon találkozunk. Szóval a költségvetési csalásokban, ahol szinte szükségszerű, hogy van egy ügyvezető, van egy könyvelő, van egy pénzügyi dolgozó, 20 éve együtt dolgoznak, aztán sor kerül úgymond költségvetési csalás elkövetésére, ezek ugyanúgy bűnszervezetek és ugyanúgy bűnszervezeti minősítésbe kerülnek megállapításra, ami úgy tűnhet védői aggállyal, mondom, hogy a 2019-es jogalkotói akarat talán úgy tűnik, hogy nem megy át a bírói gyakorlatban, hogy itt védőként mit tehetünk, az nyilván egy lehetőség a felszólalásunk, minden ügyet megpróbálni, és esetleg a bírói gyakorlatot megváltoztatni abba az irányba, vagy ne adj Isten, megint a jogalkotónak kell ehhez a kérdéshez nyúlnia. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondottam, egy másik fogalomnál is inflálódást érzünk, ez a pénzmosás fogalma. Természetes, ugye itt az országhatáron is túl kellene tekinteni, de hát, ahogy mondtam, idő túllépés van, hogy ilyen értelemben most a jogtörténeti visszapillantásnak semmi értelme nincsen, de hát tudjuk, hogy a terrorizmus elleni nemzetközi harcból indult ki a dolog, a világnak fel kellett venni a küzdelmet a szervezet terrorizmus elleni harccal, ahol nemzetközi szervezetek ilyen értelemben utalták ezeknek a bűncselekményeket, súlyos életelleni bűncselekményeket elkövető szervezeteknek a pénzt, elindult a pénzmosás elleni küzdelem. És hova jutott a pénzmosás elleni küzdelem? Tessenek megnézni, akár a ma hatályos BTK-t, ugye, amelyik úgymond nincs orgazdaság, az orgazdaság bekerült a törvénybe, a pénzmosás fejezetébe, és ott állnak a védők, ügyvédek, de hát persze nem ez a legfontosabb, és amikor el kell magyarázni valakinek, aki egy úgymond lopott magnetofont már nem annyira, iPad-et megvett, hogy ő pénzmosást követett el, akkor azt hiszem ennek a kollégának nem baj, ha újra végzi az egyetemet, hogy el tudja magyarázni az ügyfelének, hogy őt miért pénzmosásért fogják elítélni. Most abba a kis büntetési tételi anomáliába, hogy 5 év a legalább, nem is akarok belemenni. Hanem oda szeretnék csak eljutni nagyon röviden itt a végére, hogy megint csak a törvény indokolására hivatkozom, amelyik világossá teszi, hogy azért itt odáig eljutni, hogy az elkövetett vagyon elleni vagy más gazdasági bűncselekményből származó vagyoni haszonnak idézőjelben a sima felhasználása legyen pénzmosás, no azért
ezt külföldön senki, az Unióban senki nem akarta, vigyázzunk a fogalmak átültetésénél, ez megint egy külön probléma lehet, nyilván egy külön konferencia anyaga, hogy a különböző nyelvek, a különböző fordulatokat hogy lehet átültetni egy hazai jogba, és mi következik. Szóval, de amikor azt látjuk, hogy olyan ítélet, amelyik egy költségvetési csalás, valódi költségvetési csalás eredményeként a cégben keletkező, ilyen értelemben megnövekedett jövedelem osztalékként való kiosztására azt mondja, hogy pénzmosás, akkor én azért egy kicsit, persze nyilván ez senkit nem érdekel, csak összeborzadok, és azt mondom, hogy hogy is van ez, mostantól akkor tényleg alapbűncselekményt önmagában nem lehet elkövetni, mert azt senki nem mondja, hogy valaki azért követel egy költségvetési csalást mondjuk, hogy semmilyen anyagi haszna ne legyen, és ne vegye ki osztalékként a cégből, semmilyen módon ne használhassa föl. Szóval, ha ide jutunk el, akkor valószínűleg újra vagy jogalkotói feladat lesz, vagy a kúriára hárul az a feladat, hogy a jogegységesítés keretében nem egyszerűen precedens értékű eseti döntéssel, hanem a büntetőeljárási törvény által adott lehetőséggel élve tegye helyre a bírói gyakorlatot. Tisztelt kollégák, tisztelt konferencia, vállaltan a felszólalásom elején jeleztem, hogy védői szempontból olyan kérdéseket vetek föl, amelyek nem rontják reményeim szerint az ünnepet, mert azzal valószínűleg nem lehet egy ünnepet elrontani, hogy felvettünk problémás kérdéseket is, és azt mondjuk, hogy előttünk állnak a következő évek, és oldjuk meg ezeket a kérdéseket. És ha 10 év múlva újra egy konferenciára kerül sor a büntető törvénykönyvről, ott akár az általam vagy más által felvetett problémás ügyekről is újra lehet beszélni, vagy esetleg 10 év múlva már arról is lehet beszélni, hogy a szabadságvesztés büntetést, mint az eluraló fő büntetési nemet, mivel tudja egy modern állam kiváltani, és hogy ne legyen olyan számban a büntetés végrehajtásban büntetéstöltő elítélt, hanem a büntetőtörvénykönyvnek az a fejezete, amely szabadságvesztés helyett irányt ad más büntetési nemekre, az bővüljön. És akkor a büntetés végrehajtásnak is kevesebb gondja lesz, de meggyőződésem, hogy a társadalom is jó irányt vesz. Köszönöm a figyelmet!